Szeretettel köszöntelek benneteket, a nevem Jázmin, remélem jól vagytok. Úgy gondoltam, van egy kis időm, és belépek, és hozok nektek egy kis videót. Lehet, hogy még ma este lesz egy élő live-om, ahol kérdezhettek, ha lesz, akkor olyan 7:30 után. Szeretném megköszönni mindazoknak, akik nagyon törődtek velem, és írtak nekem e-mailt, SMS-t, hogy a vérnyomásomra mi a jó, nagyon szépen köszönöm. Most még utazni fogok a kisfiamért egy 2 hét múlva, de utána már tudok törődni ezekkel a dolgokkal, hogy melyik orvos mit, hogyan kell. Addig iszom ezeket a gyúzokat, céklából és répából és almából, ami segít a vérnyomást levinni. Néha 3 napig jó, de aztán utána újra megint nem annyira jó. Úgyhogy nem baj, majd csak lesz valami. Nagyon szépen köszönöm, aki törődik velem. El szeretném mondani jóslás alatt a közleményeket. Aki szeretne e-mail jóslást, az még mindig 10 000 forinté 2 hosszú kérdést feltehet, amit e-mailbe meg fogok érni egy pár nap alatt. És aki úgy érzi, hogy rontás van rajta, valaki megrontotta, az élete nem olyan jó, mint máskor, és tudja, hogy ki volt az, vagy ha nem tudja, akkor is a szerencsétlenséget le tudjuk venni. Aki önmaga által van elakadva, ugyanazokat a köröket fussa, mint régen, ugyanúgy ismétli a rossz dolgokat, mint régen, és az élete nem halad, annak gyógyítás kell, healing, annak tudok segíteni. Folyamatosan kell gyógyítani magunkat ahhoz, hogy minden jó legyen, tehát nem elég egyszer, hanem akkor, amikor nem érzitek jól magatokat, akkor bizony újra és újra kell. Aki szeretne füstölőket, ami segíti levenni a rontást, tudok küldeni. Vannak kulcstartók, ami megvéd a fekete mágiától, és vannak gyönyörű szép falra akasztható amulettek, van elefántos is, amit fel lehet tenni és megvéd. Van még szerelmi füstölő, ami segít visszahozni a párodat, vagy a kapcsolatot jobbá tenni. Köszönöm szépen, most pedig nézzük, hogy mit mondanak a mai napon a lapok. Először húzok, és utána megnézzük közösen. Remény. Pillanat a szerelemről. Lovag, kelyhek. Spirituális erő. Gondolatok. Valószínű 3-as kelyhek, ítélet, torony vagy elakadás, harmónia, szerelem. Még húzok másik kártyából. Ötös kelyhek, szomorúság, torony újra, ötös érmék, úgy szintén szomorúság, ötös kardok, szeretők, hatos kelyhek, valaki visszajön a múltadból. Egyelőre ennyit húzok, és akkor össze fogom most olvasni. Előtte szeretnék nektek ilyen kis csengő hangot adni. Tehát nézzük, mit mondanak a lapok. Úgy érzem, hogy valaki nem érzi jól magát a bőrében, hisz a kártyák egy jó pár elég negatív, és úgy érzem, valaki bizony sír és szomorú, vagy ha nem sír, mert például férfi,
akkor bizony a bőrében nagyon rosszul érzi magát. Valószínű, egy páran külön vagytok, lehet, hogy valamiért elváltatok, lehet, hogy te küdted el, és ez miatt szomorú, ha pedig nem, mindegy, hogy milyen azok, akkor is szomorú. Úgy érzem, ez a valaki vissza szeretne jönni az életedben, hisz itt van a reménykártya, itt van a kettes kej, hármas kejhek, itt van a hatos kejhek, itt van a lovag, a napsütés, a remény, ezek mind itt vannak, hogy valaki nem érzi jól magát, szomorú miattad, és ez a valaki vissza szeretne térni az életedbe, úgy érzem, hogy a kapcsolatban növekedés szeretne, újra szeretne reményt, és újra szeretne, hogy minden olyan legyen, mint régen. Úgy érzem, azt akarja, hogy minden jó legyen, minden növekedjen, és a régi emlékeket felidézzétek, és új emlékeket hozzatok egymás számára. Úgy érzem, hogy a közelmúltban valami történhetett, amitől ez a kapcsolat zátonyra futott, hisz toronyidőszak kétszer van itt, valami nem stimmelt köztetek, lehet csak nem értettetek egyet, vagy pedig némelyikötöknek, vagy neki például karma van az életében, és az ego kezd meghalni nála, ami fájdalommal jár, vagy pedig egy karma nem engedi meg a boldogságot köztetek. Úgy érzem, nagyon rossz érzi magát, ami történt köztetek, nem boldog, és olyan változást szeretne, hogy teljesen változon a kapcsolat, kívülről, belülről, lelkileg, minden szinten változást szeretne, és úgy érzem, egy párotoknál beszélni szeretne veled, ugyanakkor szégyeli, lehet szégyel írni neked, lehet szégyel írni, hogy mit érez irántad, nagyon visszafogja magát, félelmei vannak, hisz a kártyák itt nagyon sötétek, némelyik, de a gondolataiba éjjel-nappal benne vagy, nagyon vágyakozik utánad, és gondolkodik, hogy mit tegyen, szeretne a fény, szeretné, hogyha fentről a fényt betennék a fejébe, hogy megvilágosodjon, hogy mit kéne tegyen, hogy jobb legyen. Ami történt, a szégyeli, nem szereti, szeretne újra stabil lenni, szeretné helyreállítani a lelki békéjét, hogy már ne ennyire fájjon neki ez a szenvedés, ez a szerelem, ugyanis amikor a szerelem fáj, az nem szerelem, hanem a szenvedés. Úgy érzi, hogy új kezdetet akar a kapcsolatban, és magát stabilan kell érezze ahhoz, hogy elé tudjon állni, hogy itt vagyok, hogy bocsáss meg. Ha bármit tett, akkor nem mer a szemedbe nézni, és úgy érzem, eléd akar állni, el akarja mondani, hogy már jól vagyok, most már kezdek gyógyulni, hogy nem akarom ezeket a fekete erőket, nem akarom a karmát, nem akarom a rossz embereket, nem akarok semmi negatív dolgot az életembe, azt akarja mutatni, hogy most már változások tudnak jönni az életetekben. El akarja mondani az igazságot, hogy igazából ő már megváltozott, hogy fölvállalja a kapcsolatot, lehet egy párotoknál titokba tartott, nem merte fölvállalni a családja előtt, lehet más vallásúak vagytok, más országban éltek, teljesen különböző az életetek, és a múltban ezt ő nem merte felvállalni, vagy elfogadni. Most azt mondja, itt az ideje, hogy a titok kiderüljön, hogy fölvállaljalak, hogy szeresselek, és az egész világ megtudja, hogy szeretlek téged. Őszintén akar erről beszélni veled, úgy érzem, hogy telepatikusan nagyon tudtok együtt működni, telepatikusan rád gondol, és amit te érzel, azt érzel, lehet, hogy érez, lehet, hogy itt a hármas dimenzióban nem tudtok még egyességet kötni, de telepatikusan bárhová megy, veled van, visz téged a zsebében, vagyis a szívében, bocsánat, és olyan érzés neki, mintha ott lennél, nagyon hiányzol neki, de amit telepatikusan adsz neki, az kárpótolja mindazt, amit itt a hármas dimenzióban nem kaphat meg tőled, de reméli, itt a reménykártya, hogy újra találkoztok, reméli ettől a spirituális erőtől, hogy kijön a fekete lyukból, és újra együtt tudtok lenni, reméli, hogy a spirit összeköt titeket, és reméli, hogy te is hallgatsz a szívedre, úgy érzem, hogy egymásnak a spirit guide-jai vagytok, egymásnak a vezetői vagytok, és azért kellett itt találkozzatok a földön, hogy végre jó legyetek, hogy meglássátok magatokban az erőt, a fényt, a szeretetet, hogy észrevegyétek azt, hogy mennyire jó emberek vagytok, hogy mennyire kitűnő emberek vagytok, hisz minden egyes emberben nagyon
nagyon sok jó dolog van, és mindegyikünk egy különálló ember, aki megismételhetetlen, és azért találkoztatok ezzel a szerelemmel, amiben vagytok, hogy magatokat még jobban tudjátok szeretni, és végre a fényt mutassátok az embereknek. Egy párotok úgy érzem, hogy tanító és segíti az embereket, mind a ketten úgy érzem, hogy spirituálisan tudtok adni a világnak és az embereknek dolgokat. Úgy érzem, bárhol van, az élete nem jó alakul, és ez azért van, miért van, szerintetek miért van? Azért van, mert nem tudtéteket elfelejteni, hisz minden kártya a szerelemről árulkodik, a sírásról, a szomorúságról, a fájdalomról, nem tudott téged elfelejteni, hisz még nagyon szeret téged, mélyen szeret téged, vágyakozik utánad, meg szeretne ölelni, még olyan gondolata is vannak, hogy olyan módon együtt vagytok, vágyakozik a tested után, a csókod iránt, ahogy voltatok, és szeretné újra és újra megismételni. Amikor magaddal törődsz, akkor, meg amikor meditálsz, akkor, és kényezteted magadat, akkor ő ezt 100%-osan megérzi, és akkor még jobban a padlóra kerül. Minél jobban vagy, ő ezt érzi telepatikusan, annál jobban ő lemegy a földre, mert azt hiszi, hogy már nem szereted, azt hiszi, hogy már neked nem kell. Látjátok, be van zárva a saját börtönében, a saját negatív gondolataiban, és egy picit azért reménykedik, hisz a remény hal meg utoljára, reménykedik abban, hogy a kettes kelyhekben újra jó lesz, álmodozik rólad, és reménykedik, hogy visszajöttök egymás életében. Ha rajta múlana, ebben a pillanatban írna neked, és szeretne téged a lovag botokban jelzi, de valami visszafogja, úgy érzem, hogy a saját félelmei visszafogják, úgy érzem, hogy még mindig van karma az életében, vagy esetleg valami titok fedi ezt a dolgot, olyan titok, hogy például nem mert a családjának bemutatni téged, vagy valakinek nem merte elmondani ezt a kapcsolatot, úgyhogy nagyon fontos, hogy gyógyíts magadat, minél jobban gyógyítod magadat, minél jobban fölállsz, értem én, hogy néha rosszul vagytok, de sajnos csak lefele viszi a kapcsolatot, és nagyon fontos, hogy egy napig, ha sírsz, másnap fölálljál, keresd olyan tanítókat, olyan embereket, akár engemet is, aki segít téged feldobni, aki tud téged gyógyítani azért, hogy meglásd a csodát, hogy meglásd, hogyha igazi szerelem van köztetek, vissza fog térni. Tudom, miről beszélek, ha két ember szereti egymást, egy nap, két nap, öt nap, öt hónap, úgyis megtalálja újra egymást, és az egyik kötök úgyis előbb-utóbb írni fog. Úgy érzem, egy párotoknál ő szeretne veled beszélni, szeretne őszintén beszélni, hogy megbánta, amit tett, vagy ha nem tett semmit, akkor pedig valami nem volt jó köztetek, van úgy, hogy minden oké, és mégsem oké. Sajnálja, ami történt, de reméli, hogy új memóriát tudtok csinálni, sajnálja azt az időt, amit kihagytatok, szeretne veled újra együtt lenni, utazni, enni, inni, szeretni újra a közelségedet, egy párotoknál szeretne feleségül venni, és szeretné, ha a kapcsolat sokkal jobb lenne, mint volt. Úgy érzem, amikor bármi problémája van, általában nem kér segítséget ez a férfi, magába rejti, úgy kell mondjam, hogy kicsit makas, és csak Istenhez imádkozik, hogy adjon neki békét, és Istenhez imádkozik, hogy újra találjátok meg egymást. Először magadat szeresd, erről beszélek. Azért van ez a törony időszak jelenleg, nem azért, hogy problémát hozzon az életedben. Mind a kettőtöknek magába kellett nézni. Amikor a másik nincs, akkor jövünk rá, ha jó ember az a valaki, hogy hú de jó volt, csak nem vettük észre annyira, vagy nem tiszteltük annyira, és itt is azért vagytok külön, hogy észrevegyétek, hogy igen, a másik szeretett téged, igen, hogy magadat is kell szeretni ugyanakkor, és azért volt ez az időszak, hogy tudjatok dönteni, hogy mit is akartok valójában. Úgy érzem, egy párotoknál külön vagytok, de ne felejtsétek el, hogy fentről nézi a spirit a kapcsolatotokat, ott vannak az angyalok, és úgy érzem, ez a különválás fájdalmas volt, de mégis lesz értelme, mert amikor visszajön, amikor ír, akkor már meg fogjátok egymást becsülni, hisz lelkitársak vagytok, össze van a lelketek kötve, és ez a kapcsolat már meg volt beszélve akkor, amikor megszülettetek, hogy így lesz. Ha külön vagytok, ezt is a két lélek megbeszélte, hogy külön lesztek azért, hogy gyógyuljatok. Tehát a két lélek erről már tudott,
hogy most ebben a percben külön lesztek, megegyeztetek ebben. Úgy érzem, hogy a boldogság, a szeretet vissza fog térni az életetekben, és nagyon fontos, hogy elkezdjünk hinni a boldogságban, és akarni a boldogságot, hisz rajtunk függ a boldogság. Még ha valaki nincs is velünk ebben a percben, azt nem jelenti azt, hogy el kell magunkat temessük, és vége a világnak. Hisz minden nap, amikor felébredünk, új csodák jönnek az életünkben, akár ő is visszajöhet, sőt, legtöbbeteknek vissza is fog jönni. Az igazi szerelem nem múlhat el, és az igazi szerelmet más nem tudja pótolni. Remélem, ebben egyetértetek. Úgy érzem, hogy ez az idő jó neki arra, hogy a szomorúságokat, a csalódásokat, amit gyerekkorában hozott, azt meggyógyítsa, és bármin, ami stresszeli magát, lassan, de biztosan, hál' Isten, ki fog már jönni ebből a stresszben, békét fog érezni, és ezért tud majd közeledni hozzád, ki fog jönni a fekete lyukból, mély kapcsolatot érez irántad, és sokkal jobban fogja magát érezni, mint előtted, amikor együtt voltatok és veszekedtetek. Úgyhogy hallgat a megérzéseire, a szívére, és azt mondja a szíve, hogy bizony téged szeret. Úgy érzem, mind a ketten maszkot viseltetek ebben a kapcsolatban. Hiába szerettétek egymást, az érzéseket nem tudtátok kimutatni. Egyszer ő húzódott vissza, egyszer te, és így a kapcsolat lassan-lassan néha eltávolodik. A szerelem nem hal meg, viszont messze kerültetek egymástól. A lényeg az, hogy attól függetlenül, hogy nem vagytok együtt, szenvedélyt érez irántad jobban, mint valaha, nagyon-nagyon neki fáj neki, hogy nincs veled, mint mondtam, Istenhez imádkozik, hogy legyen újra jó a kapcsolat, és hozzon neki erőt. Úgy érzem, a kontrollt el kell engedjed, nem kell kontrollálni semmit, sem magadat, sem ő. Az igazi tiszta szeretet az nem mehet el, annak ott kell maradjon, és visszatérhet. A torony időszak az csak azért van, hogy a rossz dolgokat levetkőzzük, gyógyítsuk magunkat, hogy a szívünkben nézzük, hogy tényleg szeretjük ezt a valakit. Ha a válasz igen, és ő is így gondolja, akkor újra fogtok találkozni, és ő bízik abban, hogy a megérzéseire, a szívére hallgat, és szeret téged, bízik abban, hogy lesz még köztetek szenvedély, kapcsolat, nagyon törődik veled, fontos neki, hogy te jól érezd magad, fontos neki, hogy boldog legyél, nem akarja, hogy sírjál, és bármit, amit tett neked, szeretné, ha jóvá tehetné. Úgy érzem, hogy te is ő általa gyógyultál, amikor együtt voltatok, és ő is gyógyult őtőled, és mind a ketten gyógyítottátok egymás szívét az előtte való csalódásokból, vagy pedig a gyerekkori sérelmekből. Úgy érzem, egy párotoknál karácsonykor valami történt, valami jó dolog, amire most emlékszik, és amire visszatér, amikor szomorú, és ez mosolyt hoz az életében. Lehet egy páratok csak most vált külön, nem olyan régen, és telepatikusan egyfolytában beszéltek, ami bizony őt boldoggá teszi. Arra gondolt, hogy milyen jó volt, amikor ünnepeltetek valamit, vagy amikor együtt voltatok, és úgy érzi, hogy te egy földre szállt angyal vagy, aki segít neki az életében változást hozni. Amikor még nem voltatok együtt, rossz volt az élete, és amikor te jöttél az életében, rohamosan megváltozott az élete, és akkor felismerte, hogy mi ez az igazi szerelem. Te olyan jó dolgokat hoztál az életébe, amit soha nem fog tudni elfelejteni, és meg szeretné hálálni. Újra itt van, hogy előző életetekben már nagyon sok kapcsolat volt köztetek. Egy párotoknál úgy érzem, aki még együtt van a párjával, hogy ott nincs nagy probléma, csak annyi esetleg, hogy visszahúzódott, vagy, mint mondtam, egy valamiért titkolja ezt a kapcsolatot, de úgy érzem, hogy szeretné újra kapcsolatot veled, hogy jó legyen, és nem szeretne titokba tartani téged, és nem akarja azt, hogy róla gondoljál rosszat, vagy valami negatívot, hanem azt akarja, hogy újra büszke legyél rá. Nagyon fontos, hogy szeresd magadat, álljál meg néha, és csodáld meg a virágokat, vagy a természetet, és ragyogjál kívülről, belülről, ez hozza neked az igazi boldogságot, és ez hozza őt neked vissza. Nézzünk pár kártyát, hogy mit üzen a lelke, amit nem mer esetleg kimondani írásban, vagy szóban. Fogok húzni kártyákat, egy pillanat.
hamarosan jelentkezik, tehát vagy ír, vagy telefonál. Erről beszéltem egy párotoknál, már annyira fáj neki, annyira sajog, az, hogy nem tud rólad semmit, és nem beszélte, vagy a kommunikáció nem olyan jó, lehet, hogy te is megharagudtál, és most te sem írsz neki, hogy teljesen ki van. Minden nap nézlek téged az interneten, tehát ha nem is ír, azért figyeli a dolgokat, nem sokára találkozunk. Aki nem tud találkozni fizikailag, de lelkileg mindenképpen ott lesz veled, már most is ott van, hogy nem akarja, hogy egyedül legyél. Minden nap fantáziálok rólad, minden nap arra gondol, hogy milyen jó voltak a dolgok köztetek, és arra gondol, hogy milyen jó volt téged megcsokolni, és újra szeretne. Minden nap szeretnék melletted felkelni. Aki már együtt élt ezzel a férfivel, itt újra azt kívánja a férfi, hogy újra együtt legyetek, és minden nap boldogságban te melletted felkelni. Rosszul vagyok, nem tudom, hogy szeressem magamat sem, tehát így nem is tud téged szeretni. Igen, nem tanították meg neki eléggé, hogy hogyan kell egy igazi nőt szeretni, vagy egy igazi férfit, és tudja, hogy így nem tudott olyan kapcsolatot kialakítani veled egészségest, amilyen kellett volna. De a jó dolog az, hogy most már lassan kapizsgálja, hogy fel kell álljon. A jó dolog az, hogy vége a karmának, és hogy tud újra majd szeretni téged. Féltem elmondani, hogy mennyire szeret téged, mint mondtam, nagyon szeret téged, de félelmektől, a saját negatív dolgaitól, vagy pedig valaki kontrollálja, ezért nem tudta neked elmondani, hogy mennyire szeret téged. Egy régi karma van az életében, amiről nem is tudott, és félelmeket hozott neki. Szeretném elmondani az érzéseimet, de amikor ott az idő, visszafogom magam. Ez így van, de egy párotoknál úgy érzem, nem fogja már vissza magát. Meg fogja írni, ha csak egy szót is fog írni arról, hogy szeret téged, de valami ott fog állni, egy szó, hogy bizony vannak érzései. Lehet, hogy egy harmadik személy van a kapcsolatotokban, lehet ez férfinő, de az is lehet, hogy csak egy családtag, aki próbál szétválasztani titeket, de ő ezt már észrevette, hogy ez így nem jó, mikor belenéz a tükörben, téged lát, és saját magát látja, a szerelmeteket, és már nem akarja, hogy ez a harmadik valaki, vagy valami féltékenység, vagy valami családtag közétek álljon. Ő veled szeretne lenni, veled szeretne találkozni, és veled szeretne kibékülni. Úgy érzi, hogy kihagyott lehetőségeket veled, ha még nem volt veled, úgy érzi, hogy minden egyes nap csak vesztegeti az idejét, bocsánat, ami nincs veled. Lehet, hogy elfutott a félelmében, vagy valamit nem jól kezeltetek egymás iránt, és ezért elfutott, de ő ezt már megbánta. Még húzok. Tudom, hogy túlléptem a célon, tehát tudja, hogy megbántott, tudja, hogy butasság volt ezt tenni, amit tett, gyerekesen viselkedett. Bárcsak megoszthatnám veled a jó hírt. A jó hír az, hogy rájött most az utolsó pár napban, vagy egy-két hétben, hogy bizony ő nagyon szeret téged, és egy párotoknál nem is tudja az életét elképzelni nélkületek, nehéz neki ott lenni, ahol most van. Munkában temetkeztem azért, hogy elfelejtselek téged. Amikor rád gondol, és amikor nem lehet veled, vagy amikor nagyon szomorú, azonnali hatállyal tesz valamit, hogy ne fájjon annyira. Akarlak téged. Tehát ez lett volna az üzenet, úgyhogy amit nagyon fontos ebből a lapokból látni, hogy lehet, hogy ma szomorúak vagyunk, viszont holnap, holnap után vagy azután újra ki fog sütni a nap, hisz amíg élünk, és amíg él a másik ember, addig mindig van remény az utolsó percig. Nagyon fontos, hogy magatokon dolgozzatok, és nagyon fontos, amikor szomorúak vagytok, akkor ne beletegyétek a fejeteket a homokba, hanem beszéljetek róla olyan embereknek, akik tudnak tanácsot adni, és akik tudnak segíteni, és az újra azt teszi, hogy visszalépsz a boldogság önmagadba, a boldogság házba. Amikor visszalépsz a boldogság házába,
egyre közelebb jön az a kapcsolat, ami hozzád illik, akár ez is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ha valaki kérdése van, írjatok. Köszönöm szépen, sziasztok!